Lezárták az urnákat, és így véget értek az előrehozott parlamenti választások Algériában. Az észak-afrikai országban szombaton tartottak először voksolást a 20 éven át kemény kézzel uralkodó Buteflika elnök 2019-es megbuktatása óta. A szavazáson rendkívül alacsony, 20%-alatti volt a részvétel, az algériaiak ugyanis úgy érzik, hogy a valódi hatalom továbbra is a katonaság kezében van a két évvel ezelőtti kormányellenes tüntetések nem csak a szinte maga tehetetlen elnököt, de a hagyományos pártokat is elsodorták. Így a mostani voksolás győztesei többnyire haladó iszlamista pártok lehetnek. A valós irányítás azonban minden bizonyal Abdel Majid elnök kezében marad, aki úgy volt, hogy csak ideiglenesen veszi át a pozíciót. Több ellenzéki párt is arra panaszkodott a választás előtt, hogy az elnök parancsára letartóztatják politikusait és újságíróit.